keményebb fellépést szorgalmaz a Mi Hazánk mozgalom azokkal az elkövetőkkel szemben, akik tetlegesen bántalmaznak buszsofőröket, illetve közfeladatellátó személyeket, tehát tanárokat vagy mentősöket. Az elmúlt időszakban rendkívül módon megszaporodtak az ilyen és az ehhez hasonló esetek. Itt ugye Miskolcon a Búzatéren fényes nappal verték meg a buszsofőrt, de azokban a napokban a Szabolcs-Szatmár vármegyei Napkoron, vagy például a Pest vármegyei Törökbálinton is megverték a buszsofőrt, majd néhány nappal később pedig Pécsen. Tehát jól látszik, hogy ez a probléma, ez egyre inkább, egyre jelentősebb, és egyébként erre a Mi Hazánk mozgalom már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet, pontosan egyébként szintén egy miskolci eset kapcsán. Azt gondolom, hogy sajnos a helyzet az elmúlt 30 évben folyamatosan rosszabb lett. Én emlékszem még arra, amikor Miskolcon gyermekkoromra buszon csak egy papíron volt kiragasztva, hogy nem lehet felszállni fagylaltal, benzines kannával, vagy például hangos zenével a buszra. Ma pedig ott tartunk, hogy a miskolci rendészet beszámolója szerint vannak Miskolcon olyan buszjáratok, ahol idézem, szükséges az egyenruhás jelenlét. Tehát jól látszik, hogy egy nagyon komoly probléma, és azt is látjuk, hogy bizonyos nagyon sok esetben az ilyen tetleges bűncselekményt elkövetők nem kapnak letöltendő börtönbüntetést, hanem felfüggesztettet, ami sajnos az a közeg, amelyből érkeznek, nem jelent visszatartó erőt. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom javaslata az, hogy sokkal keményebb büntetésekre van szükség, az ilyen tetleges bűnelkövetők kapjanak letöltendő börtönbüntetést, hiszen nyilván az államnak azt gondolom feladata megvédeni a dolgozóit, akik a közjóért dolgoznak, és azt gondoljuk, hogy csak ebben a formában lehet rendet csinálni ebben a kérdésben.